27. alkalommal rendezték meg a Sashegyi Emléktúrát a földnapja alkalmából. A rendezvényen az óvodás és iskolás csoportok különböző játékos feladaton keresztül ismerték meg a helyi élővilágot, majd a 800 méteres tanösvény helyett egy biztonságosabb útvonalat jártak végig. Ugye ők a nagy tanösvényen óvónélik félnek, hogy olyan a gyerekek, ezért egy ilyen... Kis mesetadösvényt alakítottunk ki a kilátópontig, ahol bábelőadással, tótisztítással és cincérkázbérral végig mennek a mesetadösvényen. Bakai Nagy Zita a polgármester a helyszínen arról beszélt, a kerület nagy hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre és a Sashegy megismertetésére. Itt van nekünk a kerületünkben a Sashegy, ami egy gyönyörű uh, hely, egy gyönyörűen kialakított természetvédelmi terület, és szeretnénk, hogyha mindenki megismerni. Nagyon-nagyon sokan jöttek, tehát a óvodások és iskolások, valamint a lakosság is délután jöhet, és összességében a két napra 1150-en jelentkeztek. Ugye az iskolások igazából ők folyamatosan jöhetnek csoportokkal, ők, ők mindig be tudnak jönni, hogyha egyeztetnek időpontot a Dimpivel, és folyamatosan megismerhetik itt a sashegy élővilágát. Az ide látogató gyerekek és felnőtt csoportok szakvezetői kísérettel járhatták végig, a gyík kifutóval, rovarhotellel, szédítő sziklafalakkal és gyönyörű kilátással kecsegtető tanúsvényt.